Well, Mr. Orban, thank God there's at least one European leader prepared to stand up for his principles, his nation, his culture and his people in the face of such extreme bullying. Thank God you're there, is all I can say. And I'm sure for Hungarians of a certain age, today will have brought back many dark memories. You're here at a show trial where a bunch of political non-entities get up and point the finger and scream, enjoying themselves with their afternoon hate. And the chief prosecutor, the commissar that comes from the unelected government, he has the audacity, to lecture you on democracy. You don't know what you're talking about. The fact that you've got 50% of the vote in your country and that no one has ever voted for Timmermans or can't remove him seems to have passed him by. How many times have you he's also telling you you're not getting your judicial appointments right, you've got to change things. This the man who's one of the bosses of a European Commission that appoints Martin Selmayr driving a coach and horses through all the rules that exist here. You're being told what is really happening here, Mr. Orban, is they're just updating the Brezhnev doctrine of limited sovereignty. There's no point pretending in this union you're independent. There's no point pretending you run your own country. And Article 7 is the new method of adopting that. They want to strip you of your voting rights. They want to stop giving you European funding. And all of it because you have the audacity to stand up to George Soros, the man who has poured $15 billion all over the world in trying to break down the nation states, to get rid of our traditional forms of democracy. And in Hungary, of course, he spent money to promote illegal immigration into your country, and you, quite rightly, have stood up to him and closed him down. I wish we all did the same. Mr. Orban, you keep saying you want to stay a member of this European Union. But it's not just your country that's been insulted today. You've been insulted today. Time to be more logical. Come and join the Brexit Club. You'll love it. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Tudom, hogy önök már kialakították az álláspontjukat. Tudom, hogy a jelentést az önök többsége meg fogja szavazni. Azt is tudom, hogy az önök véleményét a hozzászólásom nem fogja megváltoztatni. Mégis eljöttem ide önökhöz, mert önök most nem egy kormányt, hanem egy országot és egy népet fognak elítélni. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely ezer éve tagja a keresztény európai népek családjának. Azt a Magyarországot, amely munkájával és ha kellett vérével járult hozzá a mi nagyszerű Európánk történelméhez. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely fellázadt és fegyvert fogott a világ legnagyobb hadserege a szovjet ellen, és súlyos véráldozatot hozott a szabadságért és a demokráciáért, és amikor kellett, megnyitotta határait a kelet-német sorstársai előtt. Magyarország megharcolt a szabadságáért és a demokráciájáért. Most itt állok és látom, hogy azok vádolják Magyarországot, akik örökül kapták a demokráciát, akiknek nem kellett személyes kockázatot vállalniuk a szabadságért, és most ők akarják elítélni az antikommunista, demokratikus ellenállás magyar szabadságharcosait. Tisztelt képviselők! Azért állok most itt, és védem meg a hazámat, mert a magyarok számára a szabadság és a demokrácia, a függetlenség és Európa becsület kérdése. Ezért mondom, hogy az önök előtt fekvő jelentés sérti Magyarország, sérti a magyar nép becsületét. Magyarország döntéseit a választók hozzák meg a parlamenti választásokon. Önök nem kevesebbet állítanak, mint hogy a magyar nép nem elég megbízható, hogy megítélje, mi az érdeke. Önök azt hiszik, jobban tudják, mi kell a magyar népnek,
mint maguk a magyar emberek. Ezért azt kell mondanom, hogy a jelentés nem adja meg a tiszteletet a magyar embereknek, ez a jelentés kettős mércét alkalmaz, visszaél a hatalommal, hatásköröket lép túl, az elfogadás módja pedig sérti a szerződést. Tisztelt képviselők! Nekünk Magyarországon a demokrácia és a szabadság nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. Önök most számbeli többség alapján akarnak erkölcsi ítéletet mondani és megbélyegezni egy országot és egy népet. Önök súlyos felelősséget vesznek magukra, amikor először az Európai Unió történetében egy népet ki akarnak rekeszteni az európai döntésekből. Önök megfosztanák Magyarországot attól, hogy a saját érdekeit képviselhesse az európai családban, amelyhez tartozik. Vannak és lesznek is még vitáink. Különbözőképpen gondolkodunk Európa keresztény jellegéről, a nemzetek és a nemzeti kultúrák szerepéről. Másképpen fogjuk fel a család lényegét és hivatását, és homlok egyenest ellenkező nézeteket vallunk a migrációról. Ha valóban egységet akarunk a sokféleségben, akkor a különbségek nem adhatnak okot arra, hogy bármelyik országot megbélyegezzék és kirekesszék a közös döntés lehetőségéből. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Tisztelt elnök úr! Egy olyan országot akarnak kirekeszteni, amely az európai választásokon is egyértelmű döntéseket hozott. 2009-ben 56%-os, 2014-ben 52%-os többség szavazott ránk. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, az Európai Parlamentnek mi vagyunk a legsikeresebb pártja. A szocialista és liberális ellenfeleink érthetően nem boldogok a sikerünktől, de bosszút állni a magyarokon, amiért nem őket választották, nem tisztességes és nem is európai. Ráadásul ezt a jelentést olyanok írták, akik alapvető tényekkel sincsenek tisztában. A jelentés bevallja, elmulasztottak hivatalos delegációt küldeni Magyarországra, vagyis önök megfelelő tényfeltárás nélkül fognak dönteni. A jelentés 37 súlyos ténybeli tévedést tartalmaz, erről tegnap minden képviselő készhez kapott egy 108 oldalas dokumentumot. Tisztelt képviselőtársaim! A mi uniónkat azt tartja össze, hogy a vitákat szabályozott keretek között rendezzük. Magyarország nevében én magam is kötöttem megállapodásokat és kompromisszumokat a bizottsággal, a médiatörvényről, az igazságszolgáltatási rendszerről, sőt, még az alkotmányunk egyes passzusairól is. Ez a jelentés felrúgja az évekkel ezelőtt megkötött megállapodásokat. De ha ezt önök megtehetik, és fölrúghatják, mi értelme megállapodást kötni bármely európai intézménnyel? Amit önök tesznek, az az unióra és a konstruktív párbeszédre is csapást mér. Tisztelt képviselőtársaim, minden nemzetnek és tagállamnak joga, hogy eldöntse, miképp rendezi be a saját életét a saját országában. Mi megvédjük a határainkat, és csak mi fogjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. Kerítést építettünk, és megállítottuk az illegális migránsok százezreit. Megvédtük Magyarországot, és megvédtük Európát. A mai eset az első az Európai Unió történetében, amikor egy közösség elítéli a saját határőreit. Tisztelt elnök úr, beszéljünk egyenesen. Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorló ország. Kellő tisztelettel, de a leghatározottabban visszautasítom, hogy az Európai Parlament bevándorlás és migránspárti erői fenyegessék, zsarolják és hazug vádak alapján rágalmazzák Magyarországot és a magyar embereket. Tisztelettel tájékoztatom önöket, akármilyen döntést hoznak is. Magyarország nem enged a zsarolásnak, Magyarország védeni fogja a határait, megállítja az illegális migrációt, és védeni fogja a jogait, ha kell, önökkel szemben is. Mi magyarok készen állunk a jövő évi májusi választásokra,
ahol végre az emberek dönthetnek Európa jövőjéről, és visszahozhatják a demokráciát az európai politikába. Köszönöm a figyelmüket! Nem internacionalisták vagyunk, hanem nacionalisták. Az, hogy most biztonságban itt lehetünk most, egyetlen egy menekült sem rohangál az utcákon. Nagyon nyugodtan fontos. Kiverünk jönni az utcára, és nem azt látjuk, hogy Párizsban, Bécsben, Németországban, Svédországban és a környező országokban történik. És éljen Orbán Viktor! Éljen Orbán Viktor! Azt legyen. Mindenkit!